Szervusztok! Sertéspörköltet főztem, és most csinálok hozzá egy tarhonyát, amit úgy készítek, hogy egy ilyen kanálnyi, jó kis, hát ez most libazsír, kanálnyi zsíron oda teszek, ez most 25 deka tarhonya, én a gépi tarhonyát jobban szeretem, a párom azért a reszelt tarhonyáért van, a házi tarhonyáért. Én azt azért nem szerettem, azt nem lehet szép egyformára kipirítani. Ő nem is pirítja le annyira, mennyire én szeretem, mert pedig a fehér marad a tarhonya, nem kapja meg a szép barnás színt, akkor egyszerűen nem lesz jó íze. És én a másik házi tarhonyánál mindig leégetem az apró szemeket, a nagy szemek meg pirulatlanok maradnak. Úgyhogy én a sörét tarhonyával dolgozom, ez 25 deka. Beleteszem. És egyelőre nem teszek rá sót, mert hogy ugye a tarhonya az egy rendesen ízesített tésztaköret, úgyhogy ételízesítőt fogok egy teáskanállal beletenni, de ez megint ez a 45% zöldségtartalmú adalékanyagok nélkül, ezt ugye a Lidl-be veszem megint, 1200 forint kilója, tehát nem egy extrém áru, szerintem olcsóbb talán, mint a Vegeta, abban van ízfokozó, ebben nincsen, úgyhogy ebből fogok majd beletenni. Dupla mennyiségű víz, tehát ez fél liter víz, és egy gereszt fokhagymát fogok még beledobni. Vöröshagymát nem teszek hozzá, mert a pörköltbe lesz bőven annyi ízesítő cucc, hogy nem fogja igényelni szerintem. Meg eleve nem is szoktam. Én egy gereszt fokhagymát, az egy kicsit így megfűszerezés. Ezt most ilyen szép aranybarnára pirítom, akkor fogom fölönteni vízzel, és akkor teszem be a ízesítőt, és na, megint ügyes voltam, és ha felfor, amikor fel lesz öntve vízzel, akkor megkóstolom, mennyire sós, és ha kell még, akkor még pótolom sóval. Jó, most szépen megpirítom. Amikor elkezd már így színesedni, olyankor már nem szabad itt hagyni, itt kell állni mellette, mert nagyon könnyen megég. Na és amikor ilyen szép aranybarna, nem kell túl pirítani, mert akkor meg megég, annak sincs jó íze, tehát ennyire pirítom meg, és látjátok, így tök egységesen az egészet szépen egyforma színűre meg lehet pirítani, én így szeretem, és most mehet bele a víz. Amíg felforr, addig mehet nagy lángon. Beleteszem héjasan, mert akkor kevésbé tud szép menni benne az egy gerezd fokhagymát. Teszek vele egy teáskanál ételízesítőt, de ez valószínűleg sóra még kevés lesz, és egy pici őrörborsot. Már szinte látjátok, már el is kezdett forni, most várok egy fél percet, leveszem takarékra, hogy elkezdjen főni, és akkor megkóstolom. Na és ilyenkor, amikor már elkezd így pötyökni, akkor egy nagyon picit megkóstolom a levét, és hát annyi sót, amennyit gondolok. De ugye a pörköltést csináljuk, akkor hát nem jó, tehát sótlanul nem jó. Egy pici sót még teszek bele, és ezt most ilyen tök takarékon, pötyögtetve, amíg el nem fővi a vizet, főzöm. Utána lezárom, egy negyed óra múlva átkeverem egy, mintha rizs lenne, negyed óra múlva átkeverem egy húsvillával, és kész. Na, miután elfőtte a levét, hagytam egy negyed órát állni, és most így fölkavarom, ilyenkor a fokhagymát kiszedem. Ezért tettem bele így, mert akkor nem fő szét. És kész is van. Tudom, hogy a tarhonyánál nem alapvetés, hogy pergős legyen, de ilyen kis jó színű, tök jó illata van. Finom. Ja. Most nem rakom ki, mert maximum a fotón majd összetárolom a pörköltet, de én ennyire egyszerűen szoktam a tarhonyát készíteni, jó? Jó étvágyat hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!